Az év nyilvános alaptőke emelése kategóriában adjuk át a következő díjat, ehhez pedig kérem Jobbágy Dénest, a Széchenyi Alapok ZRT elnökét, hogy fáradjon a színpadra a díjátadáshoz. A díjat nyert cég több mint 9 milliárd forint értékben bocsájtott ki részvényeket nyilvános tranzakciók keretében az elmúlt év során. Az év nyilvános alaptőke emelése díj győztese a Masterplast NRT. Felkérem Tibor Dávid urat, a Masterplast elnökét, hogy jöjjön a színpadra. Nagy megtiszteltetés volt átvenni ezt a díjat. Az év legsikeresebb alaptőke emelése a 2022-ben a Masterplastnál zajlott, és azért vagyunk erre különösen büszkék, mert egy olyan időszakban sikerült több mint 9 milliárd forint friss tőkét bevonni a fejlesztési terveinkhez, amikor a tőkepiac az egyik leghektikusabb és legkritikusabb időszakát élte. Minden, azt gondolom, befektető, aki bízott bennünk, az hosszú távra fektetett be, és olyan hőszigetelőanyag gyárakat fogunk indítani, kőzetgyapot és üveggyapot üzemeket Magyarországon, amelyek ennek az évtizednek az építőipari fellendülésében, hőszigetelésében és az épületenergetika megújításában részt vesznek. Büszkék vagyunk arra, hogy ennyien bíztak bennünk, és azon fogunk dolgozni, hogy ez a bizalom ez minden befektetőnk számára megtérüljön. Köszönöm szépen!